Szabadka az elmúlt évtizedekben fontos beruházásokat valósított meg a kerékpárutakra vonatkozóan, mondta Kern Imre. A város alpolgármestere hozzátette, a bicikli út a közlekedés biztonság szempontjából is jelentős, ugyanis a Zombori út egyébként is egy forgalmas része a városnak. Az elkövetkező időszakban odafigyelünk majd, hogy hol építsünk kerékpárutakat. Nagyon sokfelé van igény és ötlet, de én azt hiszem, hogy az az elsődleges szempontból, hogy hol mennyien használják a kerékpárutat. A tartományi nagyberuházási igazgatóság 33 millió dinárral támogatta a mostani 1,7 kilométeres szakasz kiépítését, nyilatkozta Juhász Bálint. A Vajdasági Magyar Szövetség tartományi listavezetője kiemelte, Szabadkán idén 250 millió dinárt biztosítottak kerékpárutak és utak kiépítésére, valamint felújítására. Ebből 15 utca fog megújulni, és nem csak a városközpontban, hanem a kültelepüléseken, a központtól távol eső helyi közösségben, ahol jellemzően a közösségünk is él. És jövő évben további 150 millió dinár fordítunk fejlesztésekre, infrastruktúra fejlesztésre, abban további 9 utca aszfaltozása is meg fog történni. A mostani bicikliút kiépítésének tervdokumentációja az IPA határon átnyúló együttműködési program keretében az OptiBike 1-es projektjének részeként valósult meg.